14 milliárdos beruházás, a Tiszakúródtól Magosligetig tartó töltésfejlesztés várhatóan az év végéig be is fejeződik. Recept: több ibuprofén hatóanyagú fájdalomcsillapító válik vénykötelessé a közeljövőben. A tarpai hősre emlékeztek, idén már 18. alkalommal emlékeztek Esze Tamásra a tarpai kuruc napon. Mintegy 14 milliárd forintos Európai Uniós forrásból készül a Tiszakúródtól Magosligetig tartó töltésfejlesztés a Felső Tisza vidékén, mely várhatóan az év végéig be is fejeződik. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A több mint 22 kilométeres szakaszon másfél méterrel lettek magasabbak a töltések, melyeket ki is szélesítettek, és teljes egészében kerékpározhatóvá is váltak. Ezek a felvételek tavaly szeptemberben készültek Tiszacsécsén. Jól látszik, hogy a gát magasítása és a koronájának kialakítása még folyamatban volt. Ezeken a képeken pedig már az látszik, ahogy a munkálatok a napjainkban állnak. Összesen 22,3 kilométer töltés megerősítéséről, fejlesztéséről szól alapvetően. A korona burkolat is elkészült itt, ahol állunk már, és folyamatban van a többi szakaszon is. A töltés már kiépült az előírás szerinti méretre, valahol már szép a gyep takaró is, valahol még csak most fognak füvesíteni, vagy még csak gyenge. Kerékpározni is lehet majd a töltésen, nyilván a védekezés sokkal könnyebb lesz, így bekezdődhetők ezek a töltések. A gátak tiszacsécsei szakaszánál megközelítőleg másfél méterrel emelték meg a töltéseket, azonban nem csak magasították, hanem ki is szélesítették azokat. Emellett mobilfallal bővíthető kulisszákat, vasbetonfalakat és vízmércét is építettek, valamint gátőrházakat is felújítottak a Tisza ezen szakaszán. A fejlesztések azonban nem csak árvízkor nyújtanak segítséget a térségben, mondta el Dajka István osztályvezető. 5 zsilip átépítése vált szükségessé, ami a mélytöltésekben eddig is megvolt, nyilván ezután is meg kellett, hogy legyen, de hát a méreten nőtt a földműnek, a terhelés is növekedett, ezért új műtárgyakat kellett beépíteni. Ezek is készen vannak, működnek, ezek vezetik le a belvizeket is, tehát a településekről érkező belvizeket a Tisza felé, illetve a Batár felé, tehát fontos szerepű funkciójuk van nekik árvizen kívül is. Az osztályvezető hozzátette, miután elkészül a beruházás, a korábban tapasztalt legmagasabb árvizeknél nagyobb árhullámoknak is ellen tud majd állni ez a védvonal. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében mintegy 571 szavazókörben várják a választási szervek a szavazó polgárokat vasárnap reggel 6 és este 7 óra között. Az európai parlamenti választásokon pártok listáira lehet szavazni, amely alapján Magyarország ismét 21 képviselőt küldhet majd az európai parlamentbe. Kérek mindenkit, hogy a személyazonosító okmányait vigye magával, aki teheti a választási értesítőt is, így sokkal könnyebb lesz a szavazás menetét meggyorsítani. A választópolgárok a szavazófürkébe lépve egy szavazólappal találkoznak, ezen 9 lista van, 9 jelölőszervezet listája, érvényesen egy listára leadott szavazattal lehet szavazni. Aki akadályoztatva van a szavazásban, déli 12 óráig kérhet mozgóurnát, ezt a választási szervek kiviszik a lakcímére. Több fájdalomcsillapító is vénykötelessé válik a közeljövőben, a korlátozást a bennük lévő hatóanyag mennyiségéhez kötik. Közben országos hiány alakult ki az egyik rotavírus elleni védőoltásból. Ezt várhatóan még hetekig nem is lehet beszerezni. Halomban az ibuprofenes fájdalomcsillapítók a patika pultján. Több közülük hamarosan már csak recepten lesz kapható. Mint a Világgazdaság írta a napokban, jelenleg 57 készítmény tartalmazza ezt a hatóanyagot, és csupán 10 lesz biztosan vényköteles. Az intézkedés okáról egy gyógyszertárvezetőt kérdeztünk. Az elmúlt évek vizsgálati eredményei alapján az Európai Bizottság arra következtetésre jutott, hogy az ibuprofen tartalmú készítményeknél a magasabb hatóanyag tartalom esetén növekedhet a kardiovaszkuláris kockázata.
érintetteknél. Emiatt azt javasolták, hogy azok a készítmények, amiknek a napi dózisa az 1200 mg fölött van, ott fokozott ellenőrzés legyen, és emiatt ezek várhatóan vinkötelessé válnak, illetve amikor az egy tablettára eső hatóanyag 600 mg fölött van, ugyanezen okokból. Több a magyarok körében népszerű ibuprofenes fájdalomcsillapító ugyanakkor továbbra sem lesz receptköteles. A listára kerültekből sem érdemes azonban betárazni, hiszen azok ugyanúgy kaphatóak lesznek a patikákban. Amiből viszont jelenleg országos hiány van, az az egyik hazánkban forgalmazott rotavírus elleni vakcina. Várhatóan hetekig még nem is lehet kapni. Az eddigi információk alapján június közepétől újra beszerezhető lesz. Ez egy átmeneti hiányt jelent csak, mivel a csecsemőknél 16 hetes korig el lehet kezdeni az immunizálást, jó eséllyel a gyerekek nagy részénél már újra kapható lesz a védőoltás, amikor ez aktuálissá válik. Mindenkitől egy kis türelmet szeretnék kérni, mert biztos, hogy újra elérhető lesz a készítmény. A másik alternatívája, ott is beszerzési problémák vannak, de folyamatosan érkezik be az országba. A gyógyszerész szerint mindenképpen érdemes egyeztetni a házi orvossal arról, hogy lehet-e terméket váltani, miután valaki elkezdte az egyiket beadatni a több adagos, egyébként nem kötelező védőoltásból. A rotavírus a csecsemőknél lehet különösen veszélyes, ugyanis kiszáradáshoz is vezethet. Idén már 18. alkalommal emlékeztek Esze Tamásra, a tarpai hősre és méltó példaképre a Kuruc napon. Tarpa település a brigadéros hűségének köszönhette korabeli kiváltságait, amit Rákóczitól kapott. A hagyományőrző rendezvény mellett a Tarpai Sportakadémia névadó ünnepségét is péntekre szervezték, ami Sándor István, a Nyíregyháza Spartakusz korábbi szakmai igazgatója után kapta a nevét. A Tarpai Sportkollégium Akadémia, mint labdarúgó utánpótlás nevelő intézmény, fontos szerepet tölt be a sporták hazai életében. Takács Mihály, a Puskás Akadémia főigazgatója is elismerően beszélt az akadémia munkájáról az intézmény névadó ünnepségén péntek délelőtt. 163 utánpótláskorú gyermek életét a sport, azon belül is a labdarúgás irányába terelik. Túlmutat, mert ugyan Magyarország területén történik a képzés, de mégis a határon túlível. Példát ad, és egyben felelősséget is. Felelősséget, mely 163 család életében olyan fontos emberi értékre nevel, képez és oktat, mint a kitartás, az alázat, a tisztelet, önbecsülés, és nem utolsó sorban, de mégis lelkünk mélyén a legerősebb, a hazaszeretet. A tarpai létesítmény a Sándor István Sportakadémia nevet kapta. Sándor István kárpátaljai magyar labdarúgó pályafutása 14 éves korában kezdődött, majd sportmesteri címet is kapott. 1992-ben ő volt a Nyíregyháza Spartakusz szakmai igazgatója, amikor a csapat bejutott az első osztályba. Edzőként 2018-ban pedig világbajnoki címet nyert a kárpátaljai magyar válogatottal. A névadó tábláját Kövér László és Takács Mihály leplezte le. Sok munkával, alázattal, szeretettel és nagy akarat erővel sok mindent lehet elérni. Én annak örülök, hogy a Szabolcs-Szatmár Bereg fotballján is egy kicsit segítettem, hozzájárultam. Kurucnapi ünnepséggel folytatódott a péntek délelőtt Tarpán. Esze Tamásra, a település szülöttjére, a Rákóczi szabadságharc fontos alakjára emlékeztek, aki hősiessége miatt méltó példakép lehet a mai kor fiataljainak is. Én szeretném megköszönni mindenkinek azt a 18 évet, amit hozzátett ezekhez a rendezvényekhez. Hozzátette azt, hogy ezt az ünnepet, ezt a jelképet, ezt a motivumot tovább tudjuk vinni gyermekeink és az utókor számára. Tarpa település Esze Tamás hűségének köszönhette a korabeli kiváltságait is, amelyet Rákóczi Ferenc fejedelemtől kapott. Nekünk, magyaroknak hősökre van szükségünk. Ha jól emlékszem, 4 évvel ezelőtt konferenci ezen a rendezvényen Straub Dezső volt,
aki arról beszélt, hogy milyen szerencsés Tarpa, mert ilyen hőse van, mint Esze Tamás, aki ebben a mezővárosban született. Az ünnepségen a Török Köztársaság budapesti nagykövete kiemelte, egy olyan országból érkezett, amelyet Rákóczi Ferenc 18 éven át otthonának tekintett. Alakja a bátorság és a hazaszeretet jelképe lett minden generáció számára. Rákóczi a török-magyar barátság fontosságát szimbolizálja, tette hozzá a nagykövet. Esze Tamás pedig hazánk egyik legnagyobb jobbágy politikusa volt, aki saját emberei, társadalmi rétegének érdekeit képviselte. Egy hős, méltó példakép, akit büszkén állíthatunk ma is fiataljénk elé, amikor a hazáért és a társadalmi felemelkedésért folytatott harcról beszélünk. Példát követve pedig a magyar folytonosság részesévé válhatunk. Akkoriban szabadságharcot folytattunk a függetlenségünkért. Aztán ugyanezt tettük 1848-49-ben és 1956-ban is. De csak közel 30 éve szereztük vissza a teljes szuverenitásunkat és szabadságunkat. Az ünnepségen Esze Tamás emlékplakettet kapott Ungvári Miklós, olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok cselgáncsozó, valamint átadták a Bíró Lajos szobrászművész által készített domborművet, amely Esze Tamást ábrázolja a hegyaljai felkelés szervezésében. A kurucnap lezárásaként az emlékezés virágait is elhelyezték II. Rákóczi Ferenc szobránál. Továbbra is Rácz Imre a Magosz szabolcsi elnöke, erről döntött a megyei szervezet pénteki tisztújításán. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezt követően megtartott küldöttgyűlése keretében pedig beszámoltak az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint a soron következő tervekről. Civil, önkéntes alapon szerveződő közösségként működik a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetük pénteken Nyíregyházán tartott a tisztújító közgyűlését, melyen az országos elnök is részt vett és beszédet is mondott. Azt emeltem ki, hogy a gazda összefogás, az együttműködés, a közös tervezés, közös megvalósítás az csak akkor lehet sikeres, ha valóban kölcsönösen határozottan kiállunk egymás érdeke mellett, és közösen támogatjuk egymást. Ez úgy érzem, hogy a megyében megvalósulni látszik, érzékelhető ma már az összefogás. Az, hogy 100 000 tonna alma termelői összefognak, tehát már akarnak változtatni, fejleszteni, amivel már tudunk a kormány felé menni, ez egy nagyon jelentős elmozdulás a holtpontról. A megyei szervezet elnöke továbbra is Rácz Imre maradt, ahogy a többi tisztségviselő személyesen változott, az elnökség ugyanakkor plusz 2 fővel bővült. A régi új elnök a tervek között kiemelte, a megyében is szeretnék bővíteni az asszonytagozatot, emellett a fiatalokat a mezőgazdaság felé terelni. Rácz Imrét a gazdákat sújtó időjárás okozta károk enyhítéséről is kérdeztük. Május 15-ig én úgy gondolom, hogy azok a termelők, akiket valamilyen szintű kár ért, amikor mentek az egységes kérelem beadásához, ott bejelölték, hogy nekik káruk keletkezett, és nyilván ezzel a kárbejelentéssel éltek. A biztosítást, üzletalapú biztosítást pedig, akik ebben magasabb arányban akarnak részesülni, vagy más oldalról is szeretnének kapni, 31-ig még biztosítást lehet kötni. Úgyhogy én arra kérnék mindenkit, hogyha eddig is ebben a híradásokban nem keltettük fel a figyelmét, a saját érdekében már most nem sok van hátra, tegyen meg mindent azért, hogy a kárai megtérüljenek. Rácz Imre az elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének is, amely szintén ugyanitt küldött gyűlést tartott pénteken. Itt beszámoltak az előző ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint a soron következő tervekről is. Az elmúlt napok esőzései miatt több helyen megemelkedett a Tisza vízállása, így Gergely-Ugornyánál is. A parton az üdülők és a víkendházak egy része is víz alá került, de sok helyen a közterületi bútorok, a biciklitárolók és a tűzcsapok is víz alá kerültek.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs megyei pénzügyőrei több mint 33 millió forint értékű csempész cigarettát foglaltak le. Egy hét leforgása alatt a NAV munkatársai a rendőrökkel közösen többször is cigaretta csempészetet akadályoztak meg. Gergely Ugornya, Lúnya és Barabás térségében a zöld határon összesen 30.880 doboz, több mint 33 millió forint értékű cigarettát, valamint a szállításra használt autókat hagytak hátra menekülés közben a csempészek. A pénzügyőrök a dohányt és a járműveket lefoglalták, és költségvetési csalás büntett elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek. A negyedik helyen végzett az MB2 keleti csoportjának felsőházi rájátszásában a Csenger futszál együttese. A Szilágyi Sándor által irányított csapat az utolsó fordulóban Gyöngyösön 4-4-es döntetlent játszott, így egy ponttal lecsúszott a dobogóról. 11 győzelemmel, 3 döntetlennel és 6 vereséggel zárta az alapszakasz az MB2 keleti csoportjában a Csenger futszál együttese. A folytatásban így a felsőházi rájátszásban szerepelt a Szilágyi Sándor által irányított csapat, amely az utolsó meccs első fél idejének végéig jó eséllyel pályázott a bronzéremre. Végül a negyedik helyen fejezte be a bajnokságot a Csenger futszál. Kicsit keserű a szánk íze, hiszen az utolsó meccsen a saját kezünkben volt a sorsunk, és csak nyerni kellett volna a felsőházi rájátszás 6. helyén álló Gyöngyös ellen, ami a második fél idő közepéig úgy is nézett ki, hogy meg lesz, hiszen 4-0-nál vezettünk, de ott jött egy rövid zárlata az, hogy kiegyenítettek, így a Kecskemét kartal meccsen a kartalúják kiénekelték a szánkból a sajtot, és ők szerezték meg a 3. helyet, úgyhogy 4. helyen végeztünk, de azt hiszem, hogy nagyon büszke lehetek a csapatra, főleg egy olyan szezon után, ami mögöttünk áll, hiszen sérülésekkel és egyéb problémákkal küzdöttünk az egész szezon folyamán, és ugye tulajdonképpen utolsó fordulóig harcban voltunk a dobogós helyek egyikéért. Úgyhogy elégedettek is lehetnénk, de ugye mindig az ember többet akar. Mondom, egy kicsit keserű volt a szánkíze az este, de én azt hiszem, hogy az idő az meg szépen megszépíti ezt a 4. helyet. És már csak azért is vagyunk nagyon büszkék a csapatra, mert az elmúlt ugye 4 éve vezették be a rájátszásos rendszert az MB2-es bajnokságban, és minden 4 évben bekerültünk a felsőházi rájátszásba, ezt egyedül mi mondhatjuk el magunkról az egész MB2 keleti csoportjában. Szereztünk egy második, egy harmadik, egy negyedik és egy 5. helyet az elmúlt 4 esztendőben. Mint Szilágyi Sándor elmondta, a sikerek a futszál csengeri népszerűségének, valamint az egyre szélesebb bázisnak köszönhetők. 5-6 évvel ezelőtt, amikor indult a megyei futszál bajnokság, és akkor úgy összeállt egy kis társaság, ugye megnyertük a megyei futszál bajnokságot, és voltunk olyan bátrak, és beneveztünk az MB2-be, csak nagyon szépen kialakult, egy nagyon jó kis csapat állt össze. Játékosok alkotják a csapatot, meg alkották akkor is, és tényleg úgy nagyon összejött ez a csapat, egyre lelkesebbek lettünk, egyre jobb eredményeket értünk el, és valahogy ez hozta magával, hogy akkor már kezdjünk el utánpótlásvonalon is dolgozni. Ugye van egy NB1-es U18-as csapatunk, és vannak ezek a megyei csapatok. Én azt hiszem, hogy ma a megyeiben mi versenyeztetjük a nyírgyulai után a legtöbb csapatot a bajnokságokban. Az NB2 keleti csoportjának felsőházi rájátszását az FCC futszál nyerte 30 ponttal, megelőzve a 22 pontos Kecskemétet és a 17 pontos Kartalt. A negyedik Csenger futszál 16 ponttal zárta a pontvadászatot. Nemzetközi tornát nyert Bécsben, Ultimate Frisbee sportágban a nyíregyházi apácai csapata. A Bodnár Mihály által irányított együttes az U15-ös korosztályban végzett az élen. A hétvégén pedig Gödöllőn a Diák Olimpia országos döntőjében lépnek pályára az apácai fiatalok. 27 évvel ezelőtt két amerikai fiatal révén Ózdon mutatkozott be az Ultimate Frisbee Magyarországon. Az apácaiban 3 éve edzenek és járnak versenyekre a diákok. A kézilabda méretű pályán az a cél, hogy passzokkal a célterületre juttassák el a korongot a játékosok. Az elmúlt évben az U13-os korosztályban az országos versenysorozatban mind a fiú, mind a lány, mind a koedukált kategóriában győzött az apácai, idén pedig már a nemzetközi porondon is letették névjegyüket Bodnár Mihály tanítványai. Nagy meglepetésen és nagy öröm és nagy büszkeség a csapat számára, hogy a nemzetközi porondon is megmutathattuk, hogy mit tudunk. Bécsben voltunk április végén egy nemzetközi tornán, U15-ös korosztályban 10 csapattal tudtunk játszani, ebből 4 osztrák, 3 olasz és egy budapesti csapat volt, akikkel mérkőztünk, és hát sikerült a döntőbe. Egyébként örömmel mondhatom, hogy pontosan a 2 magyar csapat jutott a döntőbe, de a budapesti csapatot lényegében sikerült a végén 6-2-re legyőznünk, és így ezt a tornát megnyernünk, ami
azt gondolom, hogy nagy öröm számunkra. Az U15-ös csapat a hétvégén a diákolimpiai sorozat végjátékán érmes reményekkel lép majd pályára. Május 25-én Gödöllőn lesz az országos döntő. Az eddigi két diákolimpián egy ezüstérmet és egy bronzérmet szereztünk már. Hát nagy álmunk, hogy egy aranyérem is a vitrínbe kerülhessen. Meglátjuk, esély van arra, hogy dobogóra kerüljünk, reméljük, hogy összejön az aranyérem is. Bár az Apácaiban fiatal sportágnak számít a frisbee, a diákok körében gyorsan népszerű lett a játék. A szellemisége nagyon megfogott bennem, mert nem olyan, mint a többi sportág, itt nem szidják egymást a játékosok, hanem tényleg jó kapcsolatban állnak egymással. Nekünk is több olyan csapattal vagyunk jó kapcsolatban, akikkel egyébként ellenfelek vagyunk gyakran. Teremi Bercel, Takács Bence és Takács Orsolya társaságában bekerült az U15-ös magyar válogatottba, amely nyáron Klagenfurtban a United World Games versenyen képviseli majd a nemzeti színeket. Örökbe fogadta a Nyíregyházi Állatpark hím fehér oroszlányát a Nyíregyházi Sportcentrum. Inkosi az év eleje óta kabala állatként szerepel a sportcentrum rendezvényein. Azt gondoljuk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum olyannyira nőtte ki magát már erre az időszakra, hogy egy olyan erőteljes állatfigurát kellett választanunk, mint ami a fehér oroszlán. Én bízom benne, hogy a gyerekek a fél év alatt megszokták ezt az állatot, minden sportrendezvényünkön kint van, és nagyon kedvelik, ez látható. Én arra biztatnék minden sportolónkat, és természetesen a nyíregyházi lakosokat is, hogy ezzel az élménnyel és ezzel a indítással jöjjenek ki majd az állatparkba, és Inkosit így kezeljék, hogy innentől fogva már hivatalosan is a Nyíregyházi Sportcentrum kabala figurája, illetve örökbe fogadott állata. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Mintegy 14 milliárd forintos európai uniós forrásból készül a Tisza-Kóródtól Magosligetig tartó töltésfejlesztés a felső Tisza vidékén, mely várhatóan az év végéig be is fejeződik. A több mint 22 kilométeres szakaszon másfél méterrel lettek magasabbak a töltések, melyek teljes egészében kerékpározhatóvá is váltak. Több fájdalomcsillapító is vénykötelessé válik a közeljövőben. A korlátozást a bennük lévő ibuprofén hatóanyag mennyiségéhez kötik. Közben országos hiány alakult ki az egyik hazánkban forgalmazott rotavírus elleni védőoltásból. Ezt várhatóan június közepéig még nem is lehet beszerezni. Tarpa a brigadéros Esze Tamás hűségének köszönhette korabeli kiváltságait, amelyet Rákóczitól kapott a település. Idén már 18. alkalommal emlékeztek a tarpai hősre és méltó példaképre a helyi kuruc napon, melyen idén Kövér László, a Magyarországgyűlés elnöke is részt vett. Emellett a Tarpai Sportakadémia névadó ünnepségét is péntekre szervezték. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 24-én pénteken friss hírekkel hétfőn este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Pénteken késő estétől csökken a felhőzet, zápor azonban továbbra is előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 fok körül alakul. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul. Vasárnap még több órára kisüt a nap, a gomoly felhőkből csupán elszórtan alakulhat ki záporeső, esetleg egy-egy zivatar, mérsékelten meleg idő várható. A jövő hét első napjaiban a kisebb-nagyobb felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhős lesz az ég, és sokfelé számítani lehet esőre, záporra, szorványosan zivatarra is.